Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Török Lajos vezető elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na hát, itt az összefoglalóban korán reggel vegyes képről számoltunk be, ugye Európában vegyes volt a tegnapi kereskedés, Amerikában kis mínuszos, most hogyan nyitunk, hogyan pörög Európa, és mi a helyzet velünk? Igen, ugyanezt látjuk, hogy iránykeresése jellemző minimális mínuszban van éppen a DAX-nek, 0,04%-kal csökkent, és volt egy minimális pluszban is a reggel folyamán, tehát azt látjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni, kicsit iránykeresünk. A tengeren túl ránézünk egyébként a határidős árindexekre, ugyanezt látjuk, a Dow Jones és az S&P minimális 0,03, illetve 0,02%-os mínuszban, míg a NASDAQ 0,13%-os pluszban, tehát nincs egyértelmű irány, mindenki éppen kivár és keresi a lehetőségeket. Budapesti értéktőzsdéhez képest azért gyengélkedik, itt 0,6%-os, tehát több mint 0,5%-os mínuszt látunk, és a forgalom is relatíve magas, 890 millió forintos. Ugye a leggyengébb egyébként az a Magyar Telekom, amit 1,2%-os csökkenést látunk, az OTP 0,7, a MOL 0,6, míg a Richter minimális 0,1%-os mínuszban van, tehát óriási mínuszok itt sincsenek, de azért egy picit gyengében teljesít Budapest. A forint piacán, ami pozitívum, hogy továbbra is 1362 forint alatt vagyunk, ugye mostani keresztárfolyam az euróval szemben 361 forint és 60 fillér, itt minimális elmozdulás a tegnapi záróárhoz képest, és az euró-dollár árfolyamában sincs jelentős mozgás, itt ugye 1 dollárt és 18,8 centet kell adni egy euróért. Uh-huh. Várunk-e valamire ma, ami befolyásolhatja a kereskedés menetét, ütemét? Igen, azért nem lehetne, hogy ez a vegyes a kép, ugyanis olyan nagyon nagy makrozatot se várunk a mai napra, egy kicsit nyugalmasabb nap elé nézünk. Ugye tegnap voltak azért gyors jelentések, ez egyébként viszonylag pozitívak voltak a Home Depot-tól és a Walmart-tól, de ennek ellenére is azért mínuszokat láttunk ezeknél a cégeknél. Amit, mert a tegnap, ami még volt, kell menni, ez a Magyar Nemzeti Bank kamat döntő ülése, itt azért azt láttuk, hogy nem történt változás, és ezt is várták az elemzők. Mai napra, mint mondtam, olyan óriási makrohíreket nem várunk, és gyors jelentések közül még piaczárás után ez az Nvidia, ami érdekesebb lehet. Uh-huh. Jó, hát meglátjuk, hogy mi lehet. Itt közben üzeneteket néztem, konkrét árakat néztünk? Molt OTP-t ilyeneket? Hát igen, mondom akkor a konkrét árakat is, ugye százalékos felváltozást mondtam, ugye az OTP 11.580 forinton, a MOL 1.970 forinton, a Richter 6.690, illetve a Magyar Telekom 361,5 forinton van jelenleg, tehát ugye százalékos elváltozásokat mondtam. Jó, meglátjuk, mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó kereskedést, jó munkát, szép napot. Köszönjük, jó munkát. Szia, szia. Hello. Török Lajos vezető elemző segített nekünk eligazodni a reggeli árakban. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.